Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, nagy péntek van, gondolom, hogy már mindenki izgatottan készül a húsvétra. Ez a gyerekeknek is izgalmas időszak, főleg, hogyha egy különleges tojásvadászaton vehetnek részt. Vendégünk a stúdióban Majrovics János és Török László, sziasztok! Sziasztok! Hát, nem akarok, hogy is mondjam, nagyon korhatáros beszélgetést indítani, de szögezzük le, hogy itt tényleg tojásokat kell keresni, és ez egy valami olyan rendezvény, ami valóban kapcsolódik a húsvét, de persze a zenéhez is, és itt hoztatok egy óriási tojást. Ezt nem lesz nehéz eltéveszteni szem elől, ha ilyeneket kell keresni, vagy ez csak a beszélgetés apropóján ihletett meg majd? Eldugni lesz nehéz, mert hogy ilyen méretű nagy tojásokban lesznek a főnyeremények, mert hogy 2019 tojás lesz, és ebben lesz 2-3 olyan különleges, ami inkább ajándékot rejt, wellness-szel kapcsolatos komolyabb nyereményeket, ami nem csak a gyerekeknek, akár a családnak is érdekes lehet, és persze sok-sok-sok apró pici színes tojás is lesz. Na, akkor egy kicsit gurítsuk körbe ezt a rendezvényt. Hová kell menni, kiket vártok, mi minden lesz? Kifejezetten hagyományteremtő céllal itt a nyíregyháziaknak Sóston, illetve Rakamazon a Tiszaparton lesz egy másik helyszín a dolognak, szombaton Rakamazon, a húsvét nagy hétfőjén pedig déltől itt Sóston a parkhotelben lehet majd tojásra vadászni a gyerekekkel, és tulajdonképpen pont ez a célja a dolognak. Nálunk is otthon a családban sokszor kérik a gyerekek, hogy ez legyen a húsvét apropó, hogy ki lehessen futni a fűbe és tojásra lehessen vadászni. Hát most megoldottuk ezt a dolgot ezzel a rendezvénnyel, hiszen aki otthon nincs kedve ezzel foglalkoznia, az azért itt igazándiból nagy vadászatot rendezhet a gyerekeknek, úgyhogy kiérkezik egy kis kosárra, aztán mehettek a nyuszik. Hajrá. És hát gondolom, hogy elképzelhetetlen a rendezvény valamiféle tánc nélkül, mert hát ugye az Y2K megálmodójaként és azóta is folyamatosan izgő, mozgó és táncoló emberként szerintem ezt is becsempésztétek a programba. Igen, igen, hát olyan 4-5 évvel ezelőtt nagyon-nagyon komolyan, talán pont a gyermekeimből adódóan elkezdtünk komolyan a gyermekprogramokkal foglalkozni, úgyhogy ennek megfelelően itt óriás mesefigurák, természetesen a programok apropóján nyuszik, és minden más apróságok, egy kis nyuszi bajuszfestés, nyuszi táncház, és persze utána indul a nagy start, elindul a nagy nyuszi keresés. Na, Laci, te nem tudom, hogy nyuszi keresésben mennyire vagy jó. Én előtte a szülőknek pénteken csinálok is akusztikus koncertet. És aztán csak beengedjük a szülőket, csak be kell engedni, illetve a gyerekeket, hogy keressék a tojásokat és a nyuszikat. Szóval egy akusztikus koncert is lesz itt Nyíregyházán. Pontos helyszín, illetve hát magáról a programról mesél. Ez egy koncertsorozat, akusztik néven futunk. A Walk Streetben, a régi Arkádiában kezdtük el múlt hét előtti héten. Egy teltházas járai már koncert volt, halott pénzből bizonyára ismerős már, de teljesen más játszott, és tényleg nagyon vitte a közönséget, olyan volt, mint hogy egy jó kamara koncerten ülnénk, és nagyon közvetlen reakciók, meg tényleg nagyon működött a történet. Múlt héten Fatal Error volt, és mit ad Isten, az ördög lesz a most pénteki fellépünk, annak egy akusztikus változata, de egészen június 14-éig megyünk, és addig még lesz Epi, Őrs az AVS-ből, Molnár Tamás a Jetlagből, vagy régen ugye Antifitness Club volt, de lesz még Kardos Horváth Janó és sokan mások is. Azért játsszuk végig ezt a történetet, mert korábban volt egy koncertünk, egy jótékonysági koncert a prémvadászokkal, és amit ott összegyűjtöttünk pénzt, illetve ami eredmény ennek a 10 koncertnek lesz, abból szeretnénk Nyíregyházán a Sétáló utcában utcazenét csinálni, minden pénteken. Jaj, de jó lenne. Azt mondta, teltházas volt a koncert, érdemes elővételben megszerezni a jegyeket, vagy akár még arra is van lehetőség, hogy az ember tényleg így oda megy és bejut egy-egy koncertre? Kisebb koncerteket mondjuk most is, ahogy a Fatal Errort lehetett úgy, hogy éppen előtte megvettem a jegyet, de a Molnár Tamás, az EP és az Őrs, az szerintem teltházas buli lesz, tehát ott érdemes a leszfest.hu-n előre jegyet venni. Laci kapcsán mindig eszembe jut egy bizonyos rendezvény, amit szétmosott a vihar. Hát ez nem azért mondom, hogy rosszul menne legyen, csak eszembe jutott, hogy akár ugye a tavasz elég bolondos, mondjuk rossz idő esetén, ugye ez egy szabadtéri rendezvény, mind a kettő, a Nyíregyházi is, illetve a Rakamazi Tiszaparti. Van valami B-variáció, vagy akkor harcoltok az időjárás elemeivel? Azt gondolom, hogy nyúlfarknyíp lesz az esemény, tehát hogyha az időjárás nem lesz túlságosan kegyes hozzánk, Rakamazon 11 óra, akkor
kezdünk hétfő Nyíregyháza meg délben, azt gondolom, hogy addigra kialakul az időjárásnak az a arca, amihez igazodunk majd, és akkor annak megfelelően fogjuk lebonyolítani a rendezvényt. Na fiúk, csak egy-egy mondatot. Laci, gondolom, hogy ti már a nyárban gondolkodtok, és szervezitek a Leszfestet. Nem kezdem el mondani a Leszfestet, de az biztos, hogy most az eddigi évektől eltérően valami iszonyatosan fogynak a bérletek, tehát valamit most nagyon eltalálhattunk, de most a kedvenc játékom ez az akusztikus koncertek. Tényleg annyira jó hangulata van, és ahogy elképzeltük, hogy leülnek, az emberek közben megkajálnak, és olyan élményt kapnak, tényleg olyan kulturális élményt, ami rockzenekaroktól nem is várná az ember, nem mint nem lennének rá képesek, csak valahogy tényleg annyira közvetlen a kapcsolat a közönséggel, olyan jó dumák vannak közben, hogy egész más arcáról lehet ilyenkor megismerni egy előadót vagy egy együttest. Meg jó kis hiánypótló koncertek ezek. Y2-t pedig 25 évesek vagyunk, úgyhogy szinte tele van már a naptárunk, tehát egyrészt a nyári fesztiválprogramok plusz Európa-bajnoksági rendezvényeken vagyunk, sportrendezvényeken, gyerekrendezvényeken, hál' Istennek nyíregyházi főtéri rendezvényeken vagyunk már most felkérés alatt, úgyhogy azt gondolom, nagyon sokat fognak velünk találkozni, így is készülünk, nagyon sok jó és új műsorra szeretnénk a nyíregyháziak elé lépni. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.